A lakossági fórumon sokan megjelentek a környéken lakók közül. Simon András azért is, hogy megtudja, mikor kezdi meg működését az új rendőrőrs. Ő egyébként nagyon örül annak, hogy 13 rendőr fog biztonságukra vigyázni, hiszen rengeteg probléma van környékükön. Ki van írva, hogy nem tudom milyen rendőrös, már szerintem annak kell visszatartó erejének. Nem a lakosságnak, hanem azoknak a személyeknek, akik tulajdonképpen ugye itt randerilőznek, vagy valami. És nem is talán annyira a felnőttek. A felnőtteket, már az ottani felnőtteket azt tudom mondani, hogy az a baj, a gyerekeket nem tudják megnevelni, nem tudják visszafogni. Lehet, hogy a vérükben van, nem tudom, de sok esetben a gyerekek csinálják. Nagyon sok volt a panasz, csináljunk valamit a rendőrségek közösen, így indult el a gondolkodás. A hosszú sétatér környéke veszélyeztetettnek számít közbiztonsági szempontból. Az önkormányzat és a rendőrség is úgy véli, hogy komoly elrettentő ereje lehet egy rendőrőrsnek, már csak azért is, mert a rendőrök napközben járőrözni is fognak. Két követelménynek kellene megfelelnünk. Meg kell felelnünk annak is, hogy legyen itt állandó jelenlét, ami visszatartja itt a bűnelkövetők mozgását, illetve legyünk köztelten is, hogy ott meg elfogjuk a bűnelkövetőket, illetve ott is visszatartsuk. Ennek elég nehéz így megfelelni, mondjuk rugalmasan. Leszünk itt is nyilvánvalóan, meg leszünk a környéken is, a Alsóváros, Marosi-Tóváros területén. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy a 64-ről van szó. Az épület felújítását július közepén kezdik el, és a tervek szerint ősszel már meg is nyit a rendőrőrs.